Üdvözlünk mindenkit! Ezen a héten is elhoztuk a honfoglaló legfrissebb híreit. Most pedig kapcsoljuk a THX főhadiszállását. Sziasztok! Az új verzió kapcsán még egy kicsit szeretnénk beszélni a regisztrációról, illetve a loginról. Érkezett tőletek egy olyan kérdés, hogy mi történik azokkal a felhasználókkal, akik most több verzióval játszanak. Játszanak például a magyar alkalmazással, az angollal, vagy épp a némettel. Egyelőre erre még nem tudok pontos választ adni most nektek, viszont mindenképpen azon leszünk, hogy az új verzióban egy e-mail jelszópárossal minden eddigi eredményeteket megtaláljátok. Ehhez szükségünk lesz a ti segítségetekre is. Ezért kérjük titeket, hogy minden most futó alkalmazásban használjátok ugyanazt az e-mail címet. Ezzel nagyon megkönnyítitek a munkánkat, és segítetek abban, hogy a jövőben egy e-mail cím jelszópárossal minden eredményeteket megtaláljátok. Az összekötés kapcsán időben tudatjuk majd a fejleményeket, de ebben a híradóban is jön még egy-két érdekes info, úgyhogy ne menjetek sehova. Az előző szövetség csatában két igazán tapasztalt honfoglaló játékos küzdött meg a sötét nagyúr ellen. Mentőállomáson dolgoztok, ez mit jelent mondjuk esetetben? Kezdjük akkor Balázsra. Így van. Nem visszatok Péterhez. Messzi, te mit csinálsz ott? Hát én sofőr is vagyok és ápoló is, mind a kettőt csinálom. Egyszerre lehet csinálni? Egyik kézzel a volán, másik a lápoz. Igen. Hát én mentőtechnikusnak hívják. És Péter, te mit csinálsz, aki Balázs vagy? Én csak ápoló vagyok. Mi szeret... csak? Hát szeretnék nincs én is vezetni. Nem, van, csak még nincs elég iskolám. Nem enged iskolám. Oda? Az öreg, mi nem enged oda? Hát azt mondta. Egyébként minden tiszteletem a munkátoké, és fantasztikus dolgot csináltok, hogy embereket mentettek meg, de rohadtul nem érdekel a játékban, mert arra megyek, hogy kinyírjalak benneteket. Bihari Attilát is megkerestük e heti híradónk kapcsán. Sziasztok! Az egyik legnagyobb fejlőkarást okozott problémánk a konverzió kérdése. Magyarán szólva az, hogy hogyan fogunk átjárni az egyik verzióban, a régiből, az új verzióban. Van pár alapelv, ami egyértelmű, például az első témakör, hogy amit aranyagba kerül, vagy konkrétan maga az arany, azt egy-egyben át tudjuk hozni, itt biztosan nem fogok semmiféle veszteséget szenvedni, mindenképpen arra törekszik, hogy a kétes helyzet van, akkor inkább járjátok jobban. A második nagyobb témakör az elért eredményeknek az átadása. Ez a legnehezebb, ahogy az eddigi híradókban is, meg a különkérdésekben is beszéltünk róla, elég nagy változások lesznek, megváltozik az eredmények számításának a rendszere, stb. Mindenképpen itt is arra fogunk törekedni, hogy a valami eredményt elértetek a múltban, amiben tényleg látszik, hogy sok munka és energia fekszik, akkor az valamilyen formában mindenképpen átkerüljön az új rendszerben. A harmadik fő témakör az a közösség átkozása, de ez aztán már tényleg olyan téma, hogy nem fér bele ennek a híradónak a terjedelmében. Úgyhogy a következő kiadás főleg erről a témáról fog szólni, hogyan fogunk átkerülni a régi verzióból, az új verzióba, mit kell csinálnatok, mit nem kell csinálnatok. Úgyhogy ha ezzel kapcsolatosan bármi kérdésetek van, akkor azt inkább most tegyétek fel kommentben, mert akkor azt van esélyünk a következő külön kiadásban megválaszolni. Köszönjük, sziasztok! A következő izgalmas csatát újra Nessai vezeti sötét nagyúrként. Mutatjuk, hogy milyen lesz. Melyik üdülő város híres ostyájáról? Cannes, Split, Hévíz vagy Karlovy Vary? Ostya. 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 Törög az idő. Fú. Az nem magyar. Vagyis hát gondolom, hogy máshol is van, de hogy... Fúha. Hát lehet, hogy magyar, de lehet, hogy nem. Hévíz zárjuk ki. Figyelj, te jelöld meg az... Van segítség, pánik gomb. Az A-t, meg a D-t. Okay, nem, most csak így ezek a kódok működnek. Ismét sikerült Szent Györgyi Anettet utolérnünk. Azt még fontos tudnotok az új verzió kapcsán, hogy nem csak a villámháború és a hosszú hadjárat lesz elérhető az alkalmazásban, de a szövetségi játékmód is bekerül. Így a különböző játékmódoknak külön napi ranglistájuk lesz, így többféleképpen is megmérhetitek tudásatokat. Mindemellett a szezonlistára is felkerülhettek majd bármelyik játékkal. Tehát a napi 7 játékban mindegyik játékmód beleszámít majd. A jövő évben pedig ezeknek a listája kiegészül a párbaj játékmóddal is, erre biztosan többen emlékeztek, mint korábbról. Ha kíváncsiak vagytok a fejlesztések alakulására, a legfontosabb tudnivalókra, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, kövessetek minket Instagramon és Facebookon is. Hamarosan újra jövünk egy külön kiadással, addig is sziasztok! Híradónk végén! Sporthíreink következnek!
A héten is izgalmas csaták zajlottak a honfoglalón. Az előző heti nyerteseinknek gratulálunk! A legjobb klánok neveit most láthatjátok! Hajrá! Mindent bele! Mára ennyi fért a honfoglaló híradóba. Hamarosan újra jelentkezünk! Remélem már feliratkoztatok a csatornánkra, és az értesítéseket is bekapcsoltátok. Jövő héten egy újabb különkiadással jelentkezünk. Addig is tartsatok velünk Instagramon is. Sziasztok!